Jó estét kívánok, kedves nézőink, köszöntöm Önöket! Városunkban több helyen is megemlékeztek az 1956-os forradalom és szabadságharcról. Mai adásunkban ezekre az ünnepségekre kalauzoljuk el Önöket, elsőként Tósó Berendre és Csingerbe látogathatnak el. Tósókberénden október 22-én délután emlékeztek meg az 56-os forradalomról a Szent István Király Római Katolikus Általános Iskola tornatermében. Az emlékezőket Ríder András önkormányzati képviselő, az iskola igazgatója köszöntötte, majd a tósoki iskolások filmrészletekből, színpadi jelenetekből és dalokból megkomponált előadása idézte fel az 56-os eseményeket. A gyerekek műsora után a Regős Nyugdíjas Klub kórusa állított emléket a forradalom hőseinek. Magyarok Istenem, tekintse fús népre, kik hozzád sóhajtunk e síralom bölgybe. Szüntesd meg a nagy hajnalát, szüntesd meg a nagy vérontást, a testvéri viszálykodást, derítse szép népre, békesség hajnalát. Az ünnepi beszédet Reiter István, az iskola hitoktatója mondta el. Az 56-os fiatalok példaképek kellenek, hogy legyenek minden magyar ifjú számára. Ők kiálltak igazukért. Küzdöttek mindazért, amiben hittek. És miben hittek? Hittek egy szabad és független Magyarországban. Hittek a jó győzelmében, a gonosznak az elbukásában. Küzdelmeikkel az utókor számára jó példát adtak hazaszeretetből, mert ők szerették hazájukat. Példát adtak, hogy érdemes küzdeni az elveinkért. Nem kell hátat fordítani, nem kell megfutamodni, elmenekülni a nehézségek elől. Nézzünk szembe velük, és változtassuk meg. De ne csak magunk, hanem egész közösségünk, egész népünk számára. 1956 üzenete ma is ott él a fiataloknak a szívében. Él még a haza és a nemzet iránti szeretet. És erről mindenkünk sem szabad lemondanunk. Soha. Az ünnepi műsor után a megemlékezés résztvevői kivonultak az iskola elé, ahol az önkormányzat, a pártok és társadalmi szervezetek képviselői a kopjafánál elhelyezték az emlékezés virágait, néhányan pedig mécseseket gyújtottak a hősök emlékére. A Csingervölgyért Egyesület, a Bódéért Hagyományőrző Egyesület és a Nosztalgia Nyugdíjas Klub tagjai október 23-án a Bánya főépületének falán elhelyezett emléktáblánál emlékeztek meg az 1956-os forradalom csingeri és bódéi áldozatairól. A jelenlévők Szimeiszter Imre, a Nyugdíjas Klub tagjának tolmácsolásában meghallgatták a Csak egy éjszakára című verset, majd Gerencsér Hilda önkormányzati képviselő emlékező beszédében elmondta, a nép 1956 őszén fellázadt az elnyomó hatalom ellen. Hittek abban, hogy kivívják népük szabadságát. Sorsukról ők maguk dönthettek, nem idegen nemzet akarata szerint kell élniük. A remény, hogy szabadon élhetnek, néhány nap alatt szerte foszlott. Az elnyomók szigorú megtorlásban részesítették az események résztvevőit. A bosszúállás elérte ezt a bányavidéket is. A féktelen, esztelen terror nem válogatott. A verésből, kínzásból kijutott olyanoknak is, akik semmiféle politikai ellenállást nem tanúsítottak, csak törvényes rendet, a dolgozók emberi életét, egy tisztább, erkölcsösebb világot akartak. Itt, ennél a falnál, most elsősorban rájuk emlékezünk. De ne csak emlékezzünk. Életük és haláluk, az újbóli elnyomás legyen intés az utódokhoz.
Ma, amikor a közöny a másik ember gondjai iránt elfogadottá válik, amikor a közügyeket, a közösségi összetartozást egyre kevesebben vállalják fel, nem biztos, hogy jó úton járunk. Mert ordas eszmék mindig voltak és lesznek. Önimádók és hatalomra vágyók is mindig voltak és lesznek. Felnőtt egy generáció, amely ezt szerencsére nem élte meg. De hogy ne is élje meg, hogy független, törvények mentén működő hazában szabad emberként éljen, azért csak közös gondolkodással és cselekvéssel lehet tenni. Erre kell figyelmeztetni, nevelni a jövő generációit. Így lehetünk méltók 56 hőseihez, magyarságunkhoz. A megemlékezők megkoszorúzták a Csingervölgyért Egyesület által a forradalom 50. évfordulójára állított emléktáblát, majd a hagyományőrző egyesületből Pór Andrásné mondott verset. Az emlékezők gyertyát gyújtottak, majd elénekelték a bányász himnuszt. Te kis leány, ne bánkódjál, bányásznak halni szép halál, egekbe szállani fel.